mai sajtótájékoztatom témája, már jócskán itt az ideje, Balogh Zoltán mondjon le. A közfelháborodást kiváltó kegyelmi ügy kapcsán, mely Kándre körül alakult ki, nem csak köztársasági elnök és az igazságügyi miniszter bukott meg, de a szekularizáció elve is, hiszen az egyház megpróbált beleszólni az állam dolgaiba, mindezt tette Balogh Zoltán személyében, aki a református zsinat elnöke volt, ő próbált meglobbizni a köztársasági elnöki hivatalnál és magánál a köztársasági elnöknél is annak érdekében, hogy a pedofil bűnsegét K. Endre kegyelmet nyerjen. Mi az enyém mozgalom egyértelmű álláspontja, hogy egyáltalán nem szerencsés, hogyha az egyház megpróbál állami ügyekbe beleszólni, de nem csak a mi véleményünk ez, hanem most már az átlag embereken kívül egyre több református vezető véleménye is ez, hiszen a napokban egy nyílt levelet fogalmaztak meg Balogh Zoltán ellen, ahol bírálták, hogy csak a zsinat elnöki posztjáról mondott le, de megtartotta a püspöki székét és pozícióját, mi viszont azt gondoljuk, hogy nem lett volna szabad ezt megtartania, hiszen a felelősséget neki is vállalnia kellett volna. Egész egyszerűen azért, mert mindenki más vállalta, ő viszont megpróbált kibújni ez alól, és nem volt elég az egyházi tagoktól és hívektől bocsánatot kérni, megtehette volna, hogy az áldozatoktól is bocsánatot kér, és férfiak viseli tettei következményét.